A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok! Rengeteg tapasztalat, hihetetlen orgánumok a Fehérvár Televízió stúdiójában a mai kezdőkör felvételén, amelyben természetesen ismét a fehérvári és egy kicsit talán a tágabb spektrum sport életének legfontosabb történéseit vesszük gorcső alá, hogy az egyik kedvenc sport sajtós sablonommal indít, csak nem tudom, hogy itt jelenlévő kollégáim ezt hányszor írták le életük során, de elég sok mindent leírtak már, hiszen itt van velünk például Siye Sándor, a fehérvári sportújságírás egyik nagy öregje, jelenlegi már nyugdíjas, de még aktív kollégánk, most éppen ugye a székesfehérvár.hu sport tudósítója. Farkas Szilárd egy másik generáció, majd egy olyan 50 év múlva lesz ilyen tapasztalatok birtokában, de ennek a műsornak már egy állandó résztvevője is Mátai Balázs, aki inkább az én generációm valahol. Hát nem mondom, hogy félúton Szilárd és Sanyi között, mert sajnos inkább Sanyihoz közelebb, amivel az ő tapasztalata előtt tisztelgek természetesen. Szóval az a helyzet, az orgánumot pedig azért mondtam, mert az előbb Balázs itt megszólalt, és azt kellett, hogy gondoljam, hogy itt a bombárdon eljött közénk a maga utánozhatatlan basszusával, de hát majd hallják a kedves nézők is. Köszönöm, hogy itt vagytok. Hát olyan szakaszában járunk az évnek, amikor tényleg rengeteg emlék is feltolul, és fel lehet idézni, hogy miket éltünk meg, miket ünnepeltünk, vagy éppen mi miatt csalódtunk ebben az időszakban, hiszen ilyenkor dőlnek el ugye nagyon nagy kérdések. Még talán nem bajnoki címek, még talán nem kiesés, de most már nagyon ott vagyunk, amikor egy-két hét és minden kiderül. Kicsit ilyen a májussal, a tavasz illattal a felfokozott sportvárakozás is benne van a levegőben, legalábbis az én személyes emlékeim szerint. És hát ez olyannyira úgy van, hogy ugye tegnap például május 1-én a munka ünnepén a fehérvári röplabdások igen derék munkát végezve történetük során először bajnoki döntő mérkőzést nyertek. Nem tudom, hogy mennyit láttatok belőle. Nekem az lejött, ugye a MÁV előre szépített most a döntőben a Kaposvár ellen egy hazai sikerrel, hogy elképesztő hangulat volt a VOK csarnokban, és hát itt még a döntő előtt beszéltünk róla, hogy bár nincs olyan hagyománya a röplabda bajnoki címért küzdéstek a városban, mint kosárlabdan, vagy foci, vagy akár nemzetközi kupák tekintetében, kézilabda esetében, de hogy valószínűleg egy döntő azért jó hívó szó a szurkolóknak, és hát nagyon úgy tűnik, hogy ez valóban így van, ráadásul a csapat ezúttal tényleg győzelemmel hálálta meg ezt a fergeteges biztatást. Hogy éltétek ezt meg? Sanyi, láttam, te a helyszínen voltál, szurkoltál. Így van, fantasztikus élmény volt. Két kaposvári sajtós kolléganő ült mellettem, mindig vigasztalgatta őket, mikor már jól állt a fejre, hogy nyugi, ti nyertek, mert sokkal jobb a csapatotok, Kaposvár tulajdonképpen a röplabda fővárosa Magyarországon. Hát igen, 20-23-nál is mondta, hogy most már nyugi, nyertek, és akkor 25-23 lett a Fehérvár, a Kevára, mondtam, csak vicceltem. Én is tudtam, hogy gyermek. Te is ilyen biztosra mésztem, tehát meggyorsolod a vereséget, és valami mindenképpen jó lesz. Vagy igazad volt, vagy örülsz, hogy nem volt igazad. Na látod, optimistán kell hozzáállni minden dologhoz. És mennyire volt magával ragadó a hangulat? Nagyon sok sportágnak van ugye olyan szurkolói bázis, a hagyománya Fehérváron, ahol tényleg tudjuk, hogy az elvárás mindig nagyon magas, olykor a kisebb siker nem elég nagy siker. A röplabdások szerencsére most ugye abban a cipőben járnak, hogy tőlük még tényleg az első megnyert játszma is óriási öröm volt a döntőben, hát még így, hogy a meccset is sikerült behúzni. Hát az felülmúlhatatlan volt, fantasztikus volt a hangulat. Valamikor a régi-régi szép vokbeli kosárlabda mérkőzésekre emlékeztetett, mikor például megverték a játékvezetőt és eltudották azt a csarnokot. Na, szép idők voltak ezek, és szép időkre emlékeztetett több dolog miatt is, hiszen ne feledkezzünk el arról, hogy a Fésű Sirén kislányai, gyakorlatilag a középiskola első két éves korú tagjai, azok bejutottak a négyes döntőbe valamikor régen, hol volt, hol nem volt, meseszerű időkben. Így van, és hát most is, ahogy arról már sokszor beszéltünk itt, vagy korábban az adásban, hogy a MÁV előrét nem csak a férfi röplabda
szakosztály jellemzi, vagy jelzi a működést, hanem ugye csak röplabda tekintetében tényleg akadémiai képzés, illetve utánpótlás sikerek is. Úgyhogy azért szép lassan úgy tűnik, hogy mindez beérni látszik, és tegyük hozzá, ugye említsük meg, hogy Nagy Róbert a klub és a Fehérvári röplabda ikonikus alakja kapta a Székesfehérvár sportjáért kitüntetést ezúttal a Sportmajálison, ami meg hát maga az esemény szintén jelezte, hogy milyen sokszínű a fehérvári sportélet. Igen, Mávelőre. Egész jól lett a hangom így elsőre. Szóval Mávelőre mindig tud valami csodát hozni. Annak idején hozta nekünk az NB1-es labdarúgó csapatot, 3 éven keresztül, most pedig hozta ezt a csodát, hogy abszolút újoncként először 4-es döntőbe jutottak, vagy legjobb 4 közé jutottak a férfi röpisek, aztán döntőbe jutottak, és most már van egy győzelem is, és ki tudja, tehát én azt gondolom, hogy nyilván rutinosabb és ilyen döntő meccsek játszásában egyértelműen nagyobb tapasztalattal bír a Kaposvár, ők az esélyesek, főleg, hogy a következő meccs ott lesz Somogyország fővárosában újra. Valószínűleg nem mondom ki, mert nem akarom kimondani, hogy ők majd ott behúzzák azt a meccset, de lehet, hogy ez lesz a vége. A lányokról is annyit azért érdemes mondani, ugye Sanyi említette már, hogy valaha nem is annyira nagyon régen, még Dévényi Tibi bácsi időszakában ugye volt női röplabda csapata és jó első osztály extraligás csapata a Lokinak, és akkor valóban tényleg ilyen középiskolás, ifikorú lányokkal többnyire a negyedik helyen tudtak végezni. Hát most ez az idei szezonban ez a negyedik hely túl szép lett volna, viszont az MTK ellen valamiért nagyon megy a lányoknak, mert ebben a szezonban 3 győzelmet arattak, az alapszakaszban oda-vissza megverték az MTK-t, és most szintén a kiesési helyosztón az első meccset hozták idegenben. Ha így megy, másképp nem megy az első osztályi tagság, meg hosszabbítás, akkor legyen így, úgyhogy én azt gondolom, hogy most a helyén van mind a két csapat. Reméljük, hogy nyilván most lesz egy ezüst vagy egy aranyérem a fiúknál, jövőre már a lányok is egy kicsit combosabbak lehetnek. A Mávelőre a csapata a végletek csapata, hiszen a férfiak az első helyen játszanak, a lányok meg hátul az utolsó előtt helyen, a második hetedik helyen. Helyen olyan szépen hangzik, hetedik hely azért. Igen, az hátulról második az sem hangzik. Az még jobb, igen. Azt azért tegyük hozzá, hogy ugye már a szezon előtt mondták az illetékesek és szakértők, hogy a lányoknak sokkal nehezebb dolguk lesz. A női röplabda más színvonalat képvisel Magyarországon, akár a nemzetközi elithez viszonyítva, mint a férfi, és hogy ott azért vannak nagyon komoly a nemzetközi kupákban is edződő csapatok. Úgyhogy jó az úgy, hogyha ebbe beleerősödik, az egyébként most is nagyon fiatal Mávelőre, azért ott is vannak most is olyan játékosok, akik ebből az utánpótlásból nőttek ki. A lélektana dolognak érdekes szerintem ebben a férfi döntőben, hogy van egy olyan csapat, amelyik egyébként valóban kevés rutinnal rendelkezik, fiatal csapatként megy neki a döntőnek, közben némi háttérzaj egy telefonból, de reméljük ez nem zavarja annyira az adást. Pedig lezártam előtte, de szépen jó. Nem baj, volt ma olyan kollégánk, aki gyógyszeradagolója szólalt meg itt, egész adás alatt zajlott. Szóval... Tehát egy fiatal Mávelőre nem kellő rutinnal, de azt hangsúlyozta a vezetőedzőjük, és ez látszott már az elődöntőben is, hogy amint átlendülnek azon a, nem tudom, tudaton vagy tudatalat meglévő gáton, hogy ők a kevésbé tapasztaltak, és a maguk fiatalitását és agresszivitását érvényesíteni tudják, akkor onnantól akár az egész párharcot be tudják húzni. Itt történt a Kazincz-Barcika ellen is, egy meccset elvesztettek, és utána a többit pedig szépen beúzták. Most pedig azt nyilatkozták itt a megnyert tegnapi mérkőzés után, hogy az a második játszma, ahol végre átbillent, ahol végre az előnyt sikerült megtartani és megnyerni, az mekkora lökést adott, és onnantól tényleg letettek mindent. És innentől kezdve nagyon határozottan hangzottak el olyan vélemények, hogy lesz 5. meccs, hogy innentől majd azért szárnyalni fognak. Az biztos, hogy lélektanilag most azért kedvezőbb helyzetben vannak, mint az a Kaposvár, amelytől nyilván mindenki elvárja, hogy otthon a 4. meccsen fejezze be a döntőt. Hát ez nem egy egyszerű történet, főleg, hogy folyamatosan csicsereg itt valakinek a telefonja, de nem baj, túl leszünk. Ez a, mondjuk így az élő műsor varázsa. Az a helyzet, hogy igazándiból az első meccsen valamilyen szinten eldőlt ennek a csapatnak a sorsa, hiszen vezetett az első szedben, a második játszmában is volt 6-7 pontos előnye,
és amikor visszajött a Kaposvár, akkor még mindenek tetejében a Pesti Marcell, ugye a kulcsjátékos ennek a csapatnak, a második legtöbb pontátlaggal rendelkező játékosan megsérült, tehát kiesett az egyik legfontosabb láncszem, tehát minden összejött negatív, ami összejöhetett, a másik oldalon pedig ott volt egy rendkívül rutinos Kaposvár, amely kihasználta ezt a lehetőséget, behúzta azt a meccset, azzal a lendülettel behúzta a kaposvári meccset is, pedig ott is volt az elején szansz arra, hogy játszmát fogjon aloki. Most sikerült nem csak játszmát, hanem az egész meccset, úgyhogy én is azt gondolom, hogy nem lefutott még ez a párharc. Kérdés az, hogy szerintem jókor ébredtünk-e, és jókor ébredtünk abban a szempontból, hogy ugye a tehát nem lett volna a következő lehetőség az ébredésre, hiszen 2-0-ás vereségre áll most a csapat, aztán kellett még egyszer, hogy fölébredjen a Mávelőre, és utána ugye behúztuk a mérkőzést, de egyszerűen nem volt több lehetőség. Tehát ez a mérkőzés számunkra már döntő volt, ahogy döntő lesz a következő is, és reméljük, hogy döntő lesz az utána a következő is, ami már tényleg a döntők döntője. Egyszerűen ugye 3 nyert mérkőzésig megy a küzdelem, úgyhogy a fiúknak szerintem most még megvan az esélyük, és jókor ébredtek ahhoz, hogy hát igaz, hogy idegenben, de ezen az úton tovább haladva, amit az utolsó 3 szetben láttunk, tovább vigyék a meccset. Van egy érdekes lélektan annak is, hogy az alapszakaszban kétszer kikapott a Kaposvártól a Mávelőre, és utána ugye az első két döntőmérkőzésen is, tehát ez 4-ből semmi, úgyhogy talán ez is most jelenthet egy fordulatot a fejekben, a lelkekben mindenképpen, hiszen bebizonyosodott, hogy nem legyőzhetetlen az ellenfél. A nagy kérdés persze, hogy idegenben legyőzhető-e. Ugye Sanyi mondta, hogy már azért eljöttek Kaposvárról nyilván azok, akik ünnepelni akartak, gondolom nem csak újságírók, hanem szurkolók is szép számmal, és most abban a szép új kaposvári csarnokban mindenki azért megy majd ki szombaton, hogy megünnepelje ezt a címet. Van-e annyi vajon a MÁV előrében, hogy ezt meg tudja akadályozni a most támadt lendülettel és kellő fiatalos agresszivitással? Van, szerintem van. Ettől függetlenül nincs könnyű helyzetben pont a Pesti Marci hiányzása okán, de most már ezen túl kell lépni, el kell fogadni ezt a helyzetet. De most látszott megint, tehát most megmutatta azt az erőt a csapat, hogy igen, van benne, tehát a tudás megvan ahhoz, hogy megfogja ezt a nagyon rutinos Kaposvárt. Nyilván hazai pályán jóval esélyesebb azért a finós csapat, maradjunk ennyiben, de nagyon szurkolunk, és reméljük, hogy lesznek fehérváriak Kaposváron is, nem csak a Vokban. 2-1-es állásnál vigasztaltam a hölgyeket, hogy higgyétek el, sokkal szebb dolog lesz ott megnyerni a bajnoki címet Kaposváron, mint itt. De Sanyi, azért tudok, hogy el kell menned Kaposvár, és egyfolytában mondogatni a kaposváriaknak, hogy le van ez futva, meg fogjátok nyerni. Ilyen és akkor lesz ilyen már volt többször, valóban. Emlékszem egy Falkó Albakon meccsre még Nóra, amikor nagyon régen a Farkassany idejében, amikor bajnok volt a csapat, és a elődöntőben a 10-valány ponttal vezetett az utolsó 10 perc előtt a Falkó, és mondtam a kolléganőnek, sajnos Fehérváron majd találkozunk. Aztán neki is mondtam, amikor véget, csak vicceltem, gondoltam, hogy nyugodjál békében, még vége nem lesz a meccsek. Hogy szerethetik a humorodat ezek a kollégák? Eddig azt hittem, hogy csak a Horog Laci van ilyen vicces gyerek Fehérvárnak a kollégák között, de ebben, most ebben az a vicc, hogy ez komoly. Igen. Hát jó, meglátjuk, szurkolunk természetesen a MÁV előrének, hogy mondjuk a jövő heti adásban arról beszélhessünk, hogy jön egy 5. mindent eldöntő mérkőzés, és hogy közel van egy esetleges bajnoki cím. De hát akkor, ha már Síes Anyi átkötött a kosárlabdára egy régi emlék kapcsán, akkor beszéljünk is továbbiakban a kosárlabdáról, amiben még szintén benne lehet a jó és a nagy siker, hiszen kezdődik a bajnoki elődöntő a Körmend ellen. Ugye az, hogy ez a párosítás létrejött, azt is jelenti, hogy a pálya előnye fehérvári oldalon van. Előzetesen szerintem többen kalkuláltak azzal, hogy a Szolnokkal játszik majd az Alba-Fehérvár a 4 között, és akkor ugye a Tiszaparton lett volna az első mérkőzés. De így most szerdán itt lesz Fehérváron, és azért kosárlabdában ez nem kis dolog, talán nagyobb jelentősége van, mint röplabdának, mert itt azért a szurkolói bázisnak, a jó értelembe vett hazai pályának azért nagyon komoly jelentősége van. De még mielőtt beszélnénk a párharcról, beszéljünk Vojvoda Dávidról, mert hogy a hét másik fehérvári kosárlabdához kapcsolódó híre, ugye, hogy meghosszabbította 2 évvel a szerződését, ami szerintem mindenki számára egy jó hír, azért nagyjából a legjobb, vagy az egyik legjobb magyar kosárlabdázóról beszélünk, még most is, hogy 32 évesen már nyilván nem a legfiatalabb éveit éli.
És hát ugye volt itt egy olyan eléggé rossz ízű ügy a menedzserével zajló vita, illetve a tartozás kapcsán, ami most szintén nyugvó pontra jutott. Szerintem azért így belemenni ebbe a hétbe, hogy ez az első hír, és akkor így neki szaladni a Körmend elleni párhasznak, ez szerintem Vojának is egyébként egy nagy könnyebbség, és lehet, hogy még a teljesítményéhez is hozzá fog tenni. Tudja azt, hogy még fokozni? Tudja, mert ebben a szezonban voltak azért neki egy picit gyengébb mérkőzése is, ami tőle szokatlan, de hát ő is csak emberből van, ezt tudomásul kell venni, neki is vannak jó meg rossz napjai. Úgy gondolom, hogy ez a hét jó híre. Hogyha nyer a csapat, akkor az rátesze a koronát, de ez mindenképpen jó hír a jövőt tekintve. Tényleg, ahogy mondtad, Magyarország legjobb játékosa, számomra nem egyik, hanem a legjobb játékosa, csupa nagy a betűvel, mert tényleg ő sok mindenre képes. Hát persze egy fecske nem csinál nyarat, kell még mellé sok ember, és volt a múlt héten egy másik jó hír, hogy a spanyol mesternek meghosszabbították a szerződését, illetve kötöttek vele egy rendes szerződést, így ez a kettő már több, mint jó. Igen, Vojvoda az alapja az Albának. A vezéregyénisége, és szerintem még egy az a két évig biztos, hogy így lesz, amíg ez a mostani szerződése tartani fog. Másrésztől ugye Alejandro, vagy Handro, úgy szereti magát hivatni, Zubiaga edző szerződés hosszabbítása és a lehető legjobbkor jött, tehát itt most pozitív töltetek és üzenetek a döntő, vagy a elődöntő, de sokak szerint sok mindent eldöntő párharc előtt, ezek fontosak. Én azt gondolom, és úgy tud bemenni az Alba ezekbe a meccsekbe, itt a nagyon rutinos, és itt hasonló jelzővel tudnám illetni a Körmendet, mint a röplabdában a Kaposvárt, hogy nagyon jó közönséggel, és egyébként nagyon jó playoff rutinnal rendelkező csapat, amelyik mindig akkor tudja magából kihozni a legtöbbet, amikor kell, hát nem kell magyarázni, Szolnokon nyerni egy kiki meccset, egy ötödik meccset, az tényleg nem szorul egyéb magyarázatra. Nagyon, nagyon kemény párharc lesz, de az Albának megvan a tudása ahhoz, hogy ezt a párharcot lehozza, főleg pályaelőnyben, és ez azt gondolom, hogy el is várható a csapattól. Ugye nem hiába jelentették be most azt, hogy a Vojvoda meghosszabbítja a szerződését. Nyilván ez is kell egy kicsit a csapatnak, egy pozitív lökést adhat, hogy a csapatkapitánya, mondhatjuk így, továbbra is a csapat rendelkezésére fog állni. Ez biztos, hogy plusz töltetet jelent. Az, hogy mi három mérkőzésre jutottunk tovább, ugye a Körmend 5 meccset játszott, talán mi vagyunk a pihentebbek papíron, persze ez a következő meccset nem biztos, hogy befolyásolja annyiba, hogy a Körmend is sok 5 mérkőzéses párharcot játszott már, úgyhogy én azt mondom, hogy biztos, hogy a Körmend a jobb csapat, de nem kell leírni minket sem. Kétszer kikaptunk tőlük a bajnokságban, ha jól tudom, ugye januárban és októberben egyszer, hárommal, egyszer pedig öttel. Ez viszonylag szoros eredményeket, szoros meccseket játszottunk velük. Úgyhogy az első meccs pedig itthon lesz, tehát a pályaelőny az mindenképpen mellettünk azt szól. Azt azért érjük hozzá, hogy, hogy az alapszakasz alapján az Alba a jobb csapat, mert igaz, hogy a Körmenddel szemben nem jó a mérleged, de azért a harmadik helyen jutott be a rájátszásban még a Körmend a hetedikről, úgyhogy tőlük valóban bravúr az, hogy itt vannak a négy között, de hát említettem már az elmúlt adásban, hogy volt olyan, hogy a nyolcadik helyről bajnoki címig mentek. Tehát, nem először, kétszer is megcsinálták ezt. Így van, úgyhogy előfordul ez náluk, és én sem gondolnám azt, hogy ez a párhoz bármilyen tekintetben lefutott lenne, de visszatérve még Vojvoda Dávidra és Zubiaga szerződés hosszabbítására, ugye ez egy szép felfedezhető koncepció, hogy szép fokozatosan tárgyalnak kulcsemberekkel, és próbálja az Alba bebiztosítani a következő szezonra is, hogy jó csapata legyen. Nagyon régi probléma a magyar kosárlabdában, és sajnos ezt sem TAU, sem akadémiák, sem semmi nem oldotta meg az elmúlt 10 évben sem, hogy nagy számba jöjjenek fel a fiatal tehetségek, és ne ugyanaz a néhány magyar, akár 30-on túl is, és Vojvodánál még idősebbek is keringjenek magabiztosan. Egy kicsit azt érzem, hogy mindig ez az első lépés, hogy a magyar magot, a magyar kulcsembereket leigazolni, mert légióst halászni innen-onnan lehet, nyilván nem mindegy, hogy milyen polcról választhat a csapat, de magyar játékos alig van a piacon. És most ugye ennek jó az Albának, hát jó magyar játékos, így. Ennek az Albának az igazi erejét ez a három mezőny ember adja, hogy három válogatott magyar játékosról beszélünk, akik mellé, ha jó légiós találsz, akkor azért olyan magod van, amilyen más csapatnak nem nagyon a Falkó kivételével. Úgyhogy én is remélem, hogy nem ez volt az utolsó bejelentés. Hát Zubiaga mesterén nem csodálkoztam őszintén, szóval azért itt Fehérváró hagyománya van annak, hogy inkább hosszabbítanak, inkább nem keresnek új edzőt, ha nem feltétlenül muszáj.
és neki volt egy olyan honfitársa itt azért Jesus Ramirez személyében, aki hát egy nagyon-nagyon rossz szezon után is megkapta a következőre a bizonyítási lehetőséget, amin akkor azért sokan csodálkoztak, nem is élte meg egyébként a rákövetkező szezon végét, de valahogy itt mégis inkább az a hagyomány, hogy ne kapkodjunk, nézzük meg, mire leszünk képesek. Hát aztán remélem őszintén szívből, hogy a körmend elleni párharc nem fog senki szájában majd keserű ízt hagyni, hogy idő előtt lett esetleg ez a szerződés hosszabbítás bejelentve. Minden esetre tény és való, hogy Zubiagával bajnoki mérkőzést még nem veszített egyet, az Alba. Egyet. Nem, bajnokit még nem. Az kupa volt. Az kupa mérkőzés volt Szombathelyen. Tehát amióta őt kinevezték Zollner helyére, azóta még veretlen a csapat. Ez gyanítom, hogy nem marad így a bajnokság végig, bár így lenne. És hát a körmend elleni két vereségnél nem ő ült a kispadon még, tehát akár abban is bízhatunk, hogy majd akkor így megtörik ez a rossz hagyomány, vagy átok. Két vereség még belefér rá, az elődöntőbe és a döntőbe is. Egyet-egyet adunk az ellenfélnek. Nem, de tényleg viccet félretéve, sanszos, ez az Alba jól össze van rakva, és amit te is mondtál, Zoli, tehát ez a magyar mag, ami itt van az Albánál, főleg úgy, hogy a Pongo most már hozza is azt, amit várnak tőle, és most nem remeg meg a keze, mint sokszor döntő pillanatokban a szezon korábbi szakaszaiban, vagy a tavaly-tavaly előtti idényben. Hozza, amit kell. A Somogyi szerintem nagyon jó vétel volt, hiszen a legjobb fiatal játékos itt most a 22-23 éves generációt nézve Magyarországon, ez szerintem egyértelmű, a válogatottban is egyre biztosabb és stabilabb a pozíciója, Vojvoda pedig vezérként húzza ezeket a fiatalokat. Úgyhogy körüljük épülve a következő évek Albája is szerintem jó lehet, és jó is lesz. Én pessimista vagyok a Somogyi megtartását, illetve, mert ő nyilván külföldre akar menni, ezt mondta is. És hát mivel a válogatott szinten is jól teljesít, valószínűleg utána két kézzel kapkodnak majd. Hát amiben bízni lehet, hogy ha viszont nem megy külföldre, akkor Magyarországon belül nagyon értelme váltásnak nincs, bár nyilván nem tudhatjuk ennek az anyagi és egyéb vonzatait. Az ő esetében szerintem ami sokkal érdekesebb, hogy ő jövőre tudtam, ma már nem fog a 23-as szabály alá esni, és ez esetben viszont az Albának is ugye majd olyan fiatalt kell pályán tartania legalább egy fél időn keresztül, akiről most még nem nagyon tudjuk, hogy ki lesz az. Az idei Alba kétségkívül legnagyobb előnye a riválisokkal szemben, hogy az U23-as szabálynak egy olyan játékossal tud megfelelni, aki egyébként felnőtt szinten kiemelkedő. Tehát nem ugyanaz, mint amikor tényleg kényszerből be kell dobni valakit, aki amúgy elpattogtatott juniorba, de nincs benne még a felnőtt kosárlabdában. Úgyhogy nem tudom ezt, hogy látjátok, mert Balsai Ádám az, aki nagyon nagy tehetségként jövőre pályán tartható lesz nyilván. Csak éppen ugyanazon a poszton játszik, mint a három válogatott játékosuk, úgyhogy itt azért majd nem akármilyen mesterkedés kell az edzőtől, hogy ezt a kérdést megoldja. Csoda kell ez. Gondoljunk bele, mikor Farkas Sanyival ott volt a Spitzen a csapat, nyert a bajnoki címeket, az utánpótlás szinte majdnem minden korosztályában szintén nyertek, és kik lettek, akik valóban megmaradtak, a Hang Ádám, meg a Bence Zorosztály. Jó napot kívánok! Többiek hova tűntek? A Mihal is, meg a többi a... Hát nagyon sokan voltak, ugye Képli, Peti, Posdani még az első szériából, utána volt Láncos Sanyi, utána tényleg Mihal is, tehát nagyon sok olyan fiatal, aki... Még a Sóska volt, aki... Sós Gáborból azért stabil NB1-es kosaras lett, Wittmann Krisztiánból is természetesen, az juniorból, de utána valóban kevesebb volt, és most meg muszáj ugye játszatni a fiatalokat, úgyhogy azért ez egy érdekes és izgalmas kérdés lesz. 24-es szezontól már nem kell. Hát igen, de az még egy idény, úgyhogy azt még meg kell. Aztán majd meglátjuk, hát beszéltük, hogy a szövetség élén is ugye váltás lesz. Könnyen lehet, hogy Váder Marci személyében egy korábbi fehérvári kosaras kerül az elnöki pozícióba, de nem hiszem, hogy ebben a kérdésben nagy változás várható. Egy kicsit nosztalgiázunk még ezzel a Alba Körmend párharccal kapcsolatban. Nem tudom, Sanyi, neked nyilván azért vannak bőven emlékeid, én azt tudom, hogy érzelmileg is egy roppant felfokozott párharc várható. Tehát, hogyha van igazi fellegvár a Magyarországon a kosárlabdának, az senki nem vitathatja, hogy Körmend. Tényleg 1987-ben tulajdonképpen a kosárlabda iránt még nem is annyira érdeklődő fiatalként is így teljesen felvillanyozott, amikor olvastam, hogy először egy vidéki csapat bajnoki címet tudott szerezni a Honvéd, Tungsram, Csepel, Mavc gyakorlatilag megdönthetetlen fővárosi uralmat ugye végre megtörve, és szerintem Fehérváron is mindenki boldog és büszke volt a körmen, nagy körmendre.
Aztán, ahogy beleerősödtünk is mi ezekbe a nagy vidéki csapatokba, azért rettenetes utálattal és ellenszenvel találkoztunk. A szolnokiak, körmendiek, zalaegerszegiek részéről főleg, akik nem nagyon akarták elfogadni, hogy jött egy újabb vidéki fellegvár. És hát ennek számos emlékezetes nagy csata lett a pályán is az eredménye, és a nézőtéren a szurkolók részéről. Úgyhogy én egy figyelemmel kísértem ezt a Szolnok-Körmend párharcot. Érdekes, hogy a két piros-fekete csapat korábban óriási barátságot ápolt szurkolói szinten, mostanra ott is óriási ellentétek vannak, és hát hatalmas hírig ment, néha a pályán is történt egy-két sportszerűtlen összecsapás. De ahogy túl lett ezen a Körmend, szerintem most átfordul a szurkolók figyelme a hőszeretett régi kedves ellenfél az Alba-Fehérvár felé, és hát azért itt pályára rohanós balhés meccsekre is emlékszünk ebből a párosításból. Hát sok nagy mérkőzésre hívtak a csapatok, még én visszatérek arra az időre, amikor még a videóton játszott, és emlékszem, még volt az Okás nevű center, aki egy Európa szintű játékos volt, és hát nem mondok semmit, de lényeg az, hogy nem tudta kihozni magából azt, amit kellett volna, mert nem biztos, hogy nagyon segítették akár a pályán lévők, akár a pályán kívüliek, de a körmendi nézők azok elképesztőek, sok hibájuk vannak. Az intelligenciát nézve én nem biztos, hogy nem örülök jobban annak, hogy fehérváriak csendesebbek, de legalább kulturáltabbak, de ugyanakkor, hogyha csak a nézőken múlna a mérkőzés, akkor csak szólnak meg a körmendi a bajnokságot, mert ezek elképesztő, hogy tényleg szó szerint a hatodik játékosok be tudják fújni a labdát a gyűrűbe, hogyha kell. Ugyanakkor fenntartásaim vannak. Egy kedves élmény volt. Barátaimat meg a feleségemmel együtt elmentünk Körmendre, őket leültettem oda, hát csak a körmendi szurkolók között volt már hely. Aztán, amikor mentem oda a sajtó, az utána visszafordultam a barátom, azt a Feri, hogy itt a Fehérvára jöttetek, na szevasztok, én megyek. De megúszták. Veled egy élmény meccsre menni, Sanyi, azt kell, hogy mondjam, legyen akkor, bárki is a vendége. A második pozitív dolog, amit mondtad, jó, köszönöm szépen. Egyébként még ehhez a témához, hogy szurkolótábor, ki kemény, ki nem, most már azért a Falkónak is elég komoly idézőjelbe, hát nem akarom őket megbántani, de ők sem mindig a nagyon gondolkodó és csak tapsoló és a csapatot biztató. Nincs ezzel gond, szerintem nyilván vannak túlkapások, és tényleg sok rossz élmény meg emlék, aminél elő lehet venni, hogy ki hibázott, ugyanakkor az az atmoszféra, az a támogatás, amit egy ilyen tábor megad a csapatnak, főleg kosárlabdában, hogy tényleg ott ülnek gyakorlatilag a pálya szélén, egy körmendi csarnok, még most egy kis transzfelvarrás, meg szépítés néhány éve történt, de alapvetően az még mindig az a tornatermi katlan, ahol azért tényleg a játékvezető is kétszer meggondolja, az ellenfél sem biztos, hogy a maximumot tudja kihozni magából. Ezek fergeteges dolgok, ugyanúgy, ahogy a jégkorongban a volán csarnokára mondják az ellenfelek, hogy már öröm lesz egyszer majd ide igazolni, és végre pozitívan megélni ezt a hangulatot. Nekem egyébként az egyik első, sőt konkrétan az első körmendi emlékem ahhoz a szezonhoz kapcsolódik, amikor már itt volt Robert Shannon, de még nem lettünk bajnokok, tehát még a Farkas Sanyi előtti 96-97-es bajnokság, és akkor mentem le, hajnal László volt az Alba edzője, lementem egy körmendi meccsre, döbbenetes élmény volt azt, hogy hát ott sajtóhely se nagyon volt, a pálya szélén leültettek ott a kötélkordon elé. Ahogy a játékosok léptek, ugrottak, futottak, éreztem a parketnek a döngését és süllyedését, és mindez egy brutális atmoszférával, és hát aztán úgy kiszúrtak engem ott a körmendi szurkolók, hogy én nem az ő csapatukhoz tartozó személy vagyok, úgyhogy fejbe dobtak pénzérmével, meg volt ott minden kedveskedés, de valahogy úgy volt az ember, hogy tényleg ezt az atmoszférát, ezt félelmetes, jó is, rossz is átélni. És hát ez most szerintem lehet, hogy már nem annyira vehemens, mint akkoriban, mert azért ez tényleg 25-6 évvel ezelőtt volt, de még mindig jó értelembe véve talán a pokolvár, azt hiszem ott a fehérvári csapatra, meg a szurkolókra is, hogy a Körmenden kell nyerni, már pedig kell, vagy kellene, bár ez a hazai pálya, ez biztosít. Ez csak a három, azért megnyerjük, elég lesz az is. Igen. Hát meglátjuk, nem tudom, hogy mi lesz. Az biztos, hogy az első mérkőzés, tehát itt lesz Fehérváron, egyébként ilyen több kamerás közvetítéssel rögzítjük majd, és láthatják a kedves nézők felvételül itt a Fehérvár televízióban, de hát mindenkit arra biztatunk, hogy jöjjön és a helyszínen szurkoljon a csapatnak, mert a T-team már a bajnoki döntő. Na és akkor egy kis foci, mert hát az azért nem hiányozhat. Minden héten elmondjuk, hogy de jó lenne már egyszer majd valami jót mondani.
itt az előbb nem is tudom melyik, talán Szilárd mondott, amit arra jutott eszembe, hogy jövőre játszhatunk-e az MTK kerül szóba röplabda kapcsán, és az jutott eszembe, hogy majd jövőre a Vidi is játszik újra az MTK-val, de nem tudom, hogy ezt óhajtsam, vagy inkább ne szeressem, mert jó esetben, vagy hát legalábbis alapesetben úgy tűnik, hogy az MTK feljut az NB1-be, bár mindent megtesz, hogy rajta vannak, igen, hogy elrontsák az utolsó pillanatban. Szóval az NB2-ben nagyon nem lenne jó találkozni velük, hát jöjjenek vissza az NB1-be, a Vidi meg maradjon bent, de hát e felé nem sikerült újabb lépést megtenni most Debrecenben sem. Legyünk pozitívak, az MTK-val játszunk, hogy a feljut, a Vidi nem fog kiesni, én úgy gondolom. Ez a csapat azért körülményeit meg a lehetőségeit tekintve, de ezt tisztázzuk, ez egy nagy szégyen, ahol most állnak, és amit ebben a szezonban produkáltak, de ezzel együtt sem fognak kiesni, én úgy gondolom. Mondjátok, hogyha nem értettek. Hát alapozd meg ezt a véleményére, Csanyi, mert mi itt már nagyjából hónapok óta ezen tökölünk, hogy valahogy kihozzuk a jóra a mérleget, de nem segít a csapat benne. Én most optimista vagyok, és most olvastam, hogy a svéd lengyel mester azt mondta, hogy meg lesz ennek a gyümölcse, dolgozunk, és meg lesz a gyümölcse, hogy mikor lesz meg, azt nem tudom, és milyen gyümölcs, lehet, hogy rotta gyümölcs, én azt nem tudom. Szeptemberben, rossz esetben, egy jó pontszerzés. Nem, ez tényleg csalódás, amit produkálnak, abszolút. És maga a játék sem egy élvezetes, itt ez a gond, mert hogyha jó játékkal kapnának időnként ki, istenkém ez benne van, hiszen kiegyenlítettebbé váltam, ez nem azt mondom, hogy jobban, kiegyenlítettebbé. Tehát azt jelentett az, hogy a jók is romlottak, és nem a rosszak javultak, tehát ez nézőpont kérdése, de úgy gondolom ezzel együtt is ennek a csapatnak nem szabad kiesni. Ezzel egyetértek, viszont azt megnézve, és tényleg most visszaböngésztem a tavalyi szezon befejező Vidi keretét a mostanival, hogy nyár óta kik mentek el és kik jöttek. Tehát az bődület, hogy 8 támadóval kevesebb van a keretben, mint a tavalyi szezon végén. És elment 8 játékos, küldték, kirúgták Újpest, mert húzigálás és a többi. Tehát tök mindegy, hogy miért, de nincs itt 8 támadó, és nem jöttek a helyükre, tehát nem igazoltak helyükre. Tehát tényleg nem akarom a vezetőket folyamatosan ütni ezzel, vagy bántani, de hát mennyi, mekkora, bocsánat, mondjuk ki, dilettantizmus kell ahhoz vezetői részről, hogy lefejezem a csapat támadó szekcióját, hozok, igazolok 3 szűrőt, meg 2 fölépül közben, tehát szűrőkkel már nagyon jól áll a Vidi. Most már Pintó is ugye cserepadon ült, és ő is visszajöhet. A hátralévő 4 meccsen lehozzuk 0-0-al, talán bejut. És tényleg, tehát ott vagyunk, hogy támadó viszont nincs, hát kirúg gólt. Hát mondják, hogy hú, mert a Kodró nem csúszik, mászik, de azért csak rúgott 11 gólt. Kéne még egy ilyen, aki még tud gólt rúgni. Tehát itt volt az Irzi Vadze, 10 meccset kapott összesen ebben a szezonban, miután azt mondták, hogy felvetted az Újpest, mehetsz. Jó, vele voltak állítólag más problémák is, nem tudom. De az biztos, hogy abban a helyzetben, abban a szituációban nem szabadott volna azt mondani, hogy ilyen könnyen, hogy akkor azt menjél, mert a 10 meccsen rúgott 7-es gólt az Irzi Vadze. Tehát a mai napig a második legerősebb játékos ebben a szezonban a Vidinek. Még ugye Sallói István volt a sportigazgató, aki itt nálunk is volt még az előző szezonban, és ő is mondta, hogy Zivzi Vadzével azért tényleg azért volt nehéz, mert amikor Nikolics itt volt a klub legenda hazatért, amit nyilván mindenki teljes szívvel ünnepelt és örült, és ő az ennek megfelelő státuszt élvezte, öltözőben, pályán egyaránt, tehát ő volt a csatár. Sajnos Nikó sem idézte már azért a fénykori önmagát, sebességben, helyzetbe kerülésben, gólszámban. Zivzi Vadze viszont azt érezhette, hogy ő meg bármit csinálhat, vagy a 81. percben füttyentenek neki, hogy akkor be kell állni, vagy a 70. az első hibája után lehívják, és látja, hogy a Nikolics már veszi fel a mezét. És hát ilyen teherrel, ezzel együtt nyilván hülyeség volt egyébként, amit itt ideg állapotban csinált az Újpest ellen. Én sem mondom, hogy egy szurkolónak azt meg kell bocsátani, a szurkoló az erre különösen érzékeny, de az biztos, hogy ha akár a Köln elleni teljesítményére, akár a gólszámára, akár arra, amit akkor Újpestre elment, és hirtelen elkezdte rúgdosni a gólokat, gondolunk, akkor egy ilyen kaliberű csatár biztos, hogy jelenleg nagyon hiányzik a Vidiből. Főleg úgy, hogy ugye a Sön sérült, tehát a szél nem megy, tehát a szélről nem jönnek a labdák, mert mondhatjuk a Fiolára, hogy ő nem támadó, meg mit tudom, meg öregszik, de ő is egy vezére ennek a Vidinek, és a jobboldali támadások nagy része rajta keresztül futott fel a bajnokságba. Ő is nagyon hiányzik, nekem legalábbis, és a másik oldalra
a Sön, aki szintén hozott lendületet ebben. Hát meg sérült, ilyen és van, hogy valaki megsérült, csak nincs itt a helyére tenni. Nincs. Hát nagyon, nagyon szomorú azt olvasni szerintem, hogy gyakorlatilag Bártos Grezsálek vezetőedző magyarázza a bizonyítványt a mérkőzés végi nyilatkozatában. Igen, edzésen milyen tök jó megy. Edzésen nem nagyon jók vagyunk, nem értem. Taktikailag jók voltunk, igazából mi irányítottuk a mérkőzést, rosszkor jött a gól. Tehát ez egy kicsit, kicsit visszavetíti ez a mondat engem az előző vezetőedzők nyilatkozatához, ami szintén ugye botrányosak voltak néha, és most már ő sem olyan optimista és pozitív, mint az elején volt. Ez ugye nem csak a játék, illetve nem csak az eredményekből tükröződik, hanem most már nyilatkozatokból is, hogy nem annyira pozitív, most már azért a vezetőedző sem, tehát itt az ideje reálisan nyilatkozni, tényleg most már úgy beszél a csapatról, hogy majd megjön a gyümölcs, hogy mint ha megsimogatni a diákokat, hogy jó van gyerekek, még egy picit tanulunk, aztán már azért csak meg lesz a kettes, csak meg. Hát hozzáteszem, hogy ennél nehezebb helyzetben nyilván nem lehet egy vezetőedző, és ugye Huszti Szabolcs nem ezt az iskolát képviselte, ő inkább a nyilvánosság előtt is keményen neki ment olykor a csapatának, meg kijelentette, hogy ki nem játszott úgy, meg kit hagyok ki legközelebb. Zselák nyilván nem akar most itt a nyilvánosság előtt konfrontálódni, de nehéz is azért elképzelni, hogy ő az öltözőben is a buksikat simogassa. Valószínűleg inkább imádkozik, hogy mondjuk 10 olyan játékos, aki edzésen tud 2 egyeneset a labdába rúgni, az a mérkőzésen is ismételje ezt meg, mert azt maga is elismerte, hogy nincs olyan, hogy most alapcsapat. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor küzdesz a kiesés ellen, örülni kell, ha az edzésen látottak alapján össze tudsz rakni egy önbizalomban legalább valamelyes rendben lévő együttes. Egy statisztika, most kicsit megnéztem az utolsó 5 mérkőzést, ami ugye 3 döntetlen és 2 vereség. Az előttünk lévő Mezőkövesd van előttünk ugye a 9. helyen, nekik egy győzelem és 4 vereség a mérlegük. Szintén ugye az utolsó 5 meccset, ha nézzük, mind a két csapat 3 ponttal áll, egymás mögött, egymás előtt vagyunk. Viszont a Mezőkövesd legalább nyert egy mérkőzést. Mi 3 döntetlen, 2 vereség, olyan szinten toporgunk egy helybe, hogy az nem igaz. Ez is három pont, tehát ez most kezet foghatunk egymásra, aztán elmehetünk valamerre. De az a lényeg, hogy tehát ilyen teljesítménnyel gyakorlatilag, hogy azt várjuk, hogy majd a mögöttünk lévők hibáznak, illetve most már ugye Honvédra kell itt gondolni, a Vasas teljesen mindegy szerintem most már, hogy mit csinál. Tehát a Honvédban bízunk, meg a többi csapatban. De olyan szintű az egy helyben toporgás, és megint nem látjuk, hogy hol a vége. És ki lehet jelenteni, hogy itt valószínűleg azért nem csak a vezetőedzőkkel van a gond. De azzal is gond van, én éppen azt akartam, hogy 3 edző vezette a csapatot ebben a szezonban. Nem voltak egyformák, egyik rosszabb volt, mint a másik, már ami a produktumot illeti. A Huszti Szabolcsot nem értettem. Ő a Debrecenből is eltalácsolták, mert nem produkált jót. Akkor miért hoztok ide kérdésemet, csak így a vezetőurak felé? Aztán nem is értem, hogy 3 edzőt vált egy csapat ebben egy szezonban, akkor ne várjunk már a sikereket. Nincs folyamatosság. Ebben igazat adok sok szurkolónak, akik közösségi fórumokon, egyéb helyeken írják, hogy Huszti, nem Huszti, külföldi magyar, de ebben a helyzetben nem biztos, hogy Zselák volt az a választás, akit ide kellett hozni, hiszen ő mondta maga legutóbb a sajtótájékoztató, amikor egy kicsit megpiszkáltam szegényt, nem is volt kényelmes helyzetben, nem is szerettek engem, de nem is ez a lényeg. Elmondta, hogy a kármentesítésre szerződött kvázi, tehát most már ez a kommunikáció van. Először az, hogy tartsuk benne a csapatot, és akkor menjünk előre, mert ez egy sokkal jobb csapat, de most már abszolút csak a kármentesítésről van szó, és maradjunk benne. Tehát, hogy olyan embert kellett most idehozni a kispadra, aki nem ismeri a magyar körülményeket, és nem ismerte ezt a csapatot sem, meg nem ismerte az ellenfeleket sem, mondta, hogy persze utána nézett, meg rengeteget videózott, szóval ebben a helyzetben lehet mondani bármit, de mondjuk egy Pintér Attila, vagy egy olyan kaliberű edző, aki erre alkalmas ilyen tűzoltásra, mert kicsit megsimogatja a buksikat idézőjelbe durvában, ha nagyon kell, de lehet, hogy most egy ostoros edző kellett volna ide, mert én azt látom a testbeszédekből, amit a játékosok sugallnak a nézőtér felé, hogy, és igazat adok a Debrecen edzőjének, aki azt mondta, hogy egyénileg tök jó játékos sokból ez a videóton, de csapatként valahogy ez nem látszik meg rajta. Hát azt mondta, hogy nem összeszokottak, amit azért a bajnokság májusi fordulójában mondani már elég vicces, mert igen, azért vicces. Nem most állt össze ez a keret. Nyilván nehéz helyzetben van. Nem tudom, ebben az edző kérdésben mindig utólag okos az igen, ember. Igen, egyébként. Én nem tudom, hogyha Pintér Attilát nevezték volna ki Huszti Szabolcs után, hogy hányan dobálják a kalapjukat, szerintem akkor se senki.
Viszont most jelen pillanatban nagyon nehéz azt látni, hogy miből lesz itt meg a bentmaradás. Én bevallom, pesszimista vagyok, nem azért, mert a mögöttünk lévő csapatok hasítanának, de a Honvéd is azért gyűjtögeti a pontokat. És itt most jön egy forduló, ha itt véletlenül visszaesünk a vonal mögé, akkor utána, ugye ezt itt beszéltük már sokszor, hogy onnan kikapaszkodni, úgyhogy van hátra három meccsed összesen, és azért már messze nem a te kezedben van csak a sorsod, mert ott az ellenfél is játszik valahol máshol egy másik meccset, az már szerintem iszonyatosan nehéz. Mondjuk ki, ezt a mezőköves meccset a Vidi most nem fogja meg hétvégén, tehát nem tud nyerni, akkor baj van. Nagyon most jön a mezőköves meccs? Igen, most. Igen. Hát két ponttal van előtt a Vidi előtt. Itt nincs mit magyarázni, ez ki meccs, a mezőköves. Vagy győzelem, vagy nem érez semmit. Az öntetlen sem, meg a... Most ha bennmarad a csapat, én azért elmondom azt is, lehet, hogy nem értetek egyet majd velem, de itt nyáron nagyon nagy takarítás kell csinálni. Ugyan. Játékosokban. Minden. Azért ne felejtjük, mindig erőny, hogyha egy csapat összeszokottan játszik. Na, de itt már vannak olyan játékosok, akik már nagyon régóta itt vannak, és szerintem egy kicsit beleszűrődtek. Hát ez itt a nagy kérdés, és ezt is már milliószor beszéltük, hogy a koncepció mit tetten érhető, mert nyilván egy csapatnál tök mindegy, hogy mi az eredmény, nem nyáron kell elkezdeni a nagy takarítást, hanem most arra kellett volna már kialakítani egy látható, a következő igen. szezonban használni szándékozott keretet. Voltak ilyen igazolások, jött két fiatal srác Újpestről, beépítették őket, van egy-kettő olyan, amit talán már Juhász Roland nevéhez fűzhető, mi sportigazgatójéhoz, de hát most ez a pillanatnyi csapkodás, kapkodás, tűzoltás, ez így eltakarja azt is, hogy egyáltalán hosszú távon van-e koncepció. Rosszabb forgatókönyv valósul meg, akkor ugye nagyon nem mindegy, hogy most mi az NB1-be fogunk takarítani, vagy az NB2-re fogunk takarítani. Hát, mert ugye, hogyha NB2-es lesz a csapat, akkor a nagyon, nagyon jó NB2-es játékosoknak talán ugye a Mohl-Fehérvár név azért, vagy a Vidi név azért jelent majd valamit, hogy akkor ők most feljuthatnak vissza, juthatnak ugye NB2-es játékosként az élvonalba talán a Vidivel, de azért erre se vegyünk mérget. Viszont lényegesen kevesebb merítési lehetőség lesz majd az NB2-be a takarításra, mint ahogy az egybe lenne. Akkor és az egybe ugye olyan rosszul szerepel a csapat, hogy az egybe, tehát hogyha bemaradunk az NB1-be, azért akkor sem fognak úgymond kapkodni utánunk a játékosok. Hát nem tudom, akkor lehet, hogy föl lehet építeni egy új csapatot, és vezetőedzővel az első fordulótól, vagy a nyári felkészüléstől egy koncepció mentén dolgozni. Még az NB2-ről, meg a koncepcióról az jutott eszembe, hogy a múltkor, ezt nem is mondtam adásban, Kecskemét egyik kócsemberével, ugye Banó Szabóval volt egy interjú, és ő azt mondta, hogy ezt a Kecskemétet már az NB2-ben úgy építették, hogy azokat a karaktereket keresték, akik beleillettek a filozófiába, az akarnok, máshol esetleg leírt, fiatal, még harcos játékosokat. Ez valóban egy koncepció, senki nem gondolta volna, hogy ez úgy bejön, hogy az NB1 bajnoki címéért küzdenek, de látjuk, hogy igen, csupa magyar fiatal játékossal. Hát az én nagy kérdésem most már hónapok óta az, hogy hol vannak azok a akár fehérvári nevelésű, akár idehozott fiatal játékosok, akik hasonló eredményt érhetnek el, mert tényleg most már milyen nemzetiségű, bocsánat, hírtel akartam mondani, az első magyar légiós, ugye Flores, aki abból az országból érkezett. Hondurászi, még nem volt. Na most már nekünk a honduraszi légiósunk is van, nagyon jó, mert van szlováktól kezdve, dánon át, norvégen, meg honduraszig minden, csak nyerőjátékos nincs, úgy tűnik köztük, tehát hogy valamit tűzzenek ki, és akkor legyen az a koncepció. Nyilván nem az a optimális eset, hogy az NB2-ből kelljen felépíteni újra a csapatot, de azért valamit látni jó lenne, mert azért itt nem olyan feltételek vannak, mint Kecskeméten. Nem. De tényleg négy meccs van hátra, be kell úzni a mezőkövesdet. Okoskodhatunk itt mi bármit, hogyha nem jönnek a győzelmek. Csak egyet nem látok a konceptet, nem látom a csapat játékában azt, hogy jön ebből győzelem. Hát néztem, most megnéztem egy pár vasas meccset, a legutóbbi hármat, a Fradi ellen is jól játszottak, most is, a Puskás ellen is. Ha biztos kieső így tud játszani, mi meg úgy, ahogy, akkor nagyon gondolkodni kell. Tehát nem, egyszerűen nem látom a Vidi produkciójában azt a pozitívumot, hogy lesz ebből győzelem, meg hogy lesz ebből bennmaradás. Pedig most tényleg a csapat kezében van a saját sorsa, hiszen más dolga nincs, mint megnyerni a mezőkövesd elleni meccset, meg a ZT elleni, közvetlen két rivális elleni meccset. Én azt gondolom, ha ez megvan, akkor nincs gond, akkor bent maradt a csapat. De hogy fogjuk megnyerni ezeket a meccseket? Néztem a mezőkövesdet is, igen, nincs jó paszban,
de nem volt rossz a fociuk most a legutóbbi meccsen, amit néztem. Az Alegerszeg meg szintén, ugye most megint a edzőváltás és a többi új impulzus. Hát nem tudom, szóval én nagyon optimista voltam eddig folyamatosan, de most a játékot figyelme, a teljesítményt, a produkciót nézve, nem tudom, hogy én mire alapozzak. A tüzet, az elszántságot hiányolom leginkább. Gyere ide a labda, megesztek, gyere ide le, fel, elrakom a torkot, legyen, csak én győztetek. Na, enélkül viszont nem megy. Mit mond a statisztika, Szilárd? Hát igen, a statisztikát ugye az előbb egy picit elmondtam, de abból kiindulva tényleg, hogy öt mérkőzés, illetve az utolsó öt mérkőzésen nem sikerült nyerni. Itt, ha most valaki a Vidivel játszik, gyakorlatilag tényleg kimondhatjuk lassan, hogy csak az nem nyer, aki nem akar, mert mi nem tudunk. Hát nem tudom, nagyon nehéz optimistának maradni. Jó hírek voltak a végére, de egyébként hát tényleg itt azért beszéltünk bajnoki döntőkről, meg reménybeli bajnoki döntőkről. Hát reméljük, hogy a Vidi harca a bentmaradásért is ugyan felér egy bajnoki döntővel és sikerrel zárul. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Jövő héten akkor innen folytatjuk remélhetőleg jó kedvel, bőséggel. És a kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, szurkoljanak nagyon a kosarasoknak, a röplabdásoknak és persze a Vidinek is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.